Bazsalikomos lecsó gazdagon. Hozzávalók 4 személyre. 8 darab paprika, 4 darab paradicsom, 1 fej vörös hagyma, 1 gereszt fokhagyma, 1 csomó friss bazsalikom, 10 dekagram kolozsvári szalonna, 10 dekagram füstölt kolbász, 2 deciliter alaplé, 3 dekagram őrölt piros paprika, 1 pár virsli, 4 darab tojás, 20 dekagram rizs, 2 evőkanál olaj. Olajon megpirítom a kockázott kolozsvári szalonnát, a karikákra vágott füstölt kolbászt és a finomra vágott vörös hagymát. A lecsó a magyar gasztronómia egyik alappillére. Népszerűsége annak is köszönhető, hogy sokféleképpen variálható. Ahány ház, annyi recept. Én most egy tartalmasabb verzióját tűzöm terítékre. Közben hozzá is adtam a felvágott paprikát és a frissen aprított bazsalikomot. Megszórom karikákra vágott fokhagymával és meghintem őrölt piros paprikával. Egy kavarás után beleöntöm a forrázott, héjától megtisztított és felaprított paradicsomot. Lassú tűzön párolom és felöntöm alaplével. Mehet bele a felkarikázott virsli. Ezt követően ráöntöm a felvert sózott tojást és rövid idő alatt készre főzöm. Azután összekeverem a főtt forró rizssel. Bazsalikom levéle, paradicsommal és paprikával díszítve tálalom. Jó étvágyat kívánok!